predati, ali da je Crvena zvezda favorit na ovom meču. Gosti su izgubili loptu. Vujović. Pogodak Vujovića. Zelenovića, drugi njegov pogodak. 16-10. Oko 500 navijača Crvene zvezde. Vujović na drugoj strani. Četvrti. To je pozicija igrao Gavrilović. Vujović sada. Tasić na srednjem beku. Vujović, dobra lopta za Cvetkovića. Ispustio je Cvetković. Vujović. Sam je Kalić. Prilika. Brani Ljubišić. 10. intervencija Ljubišića. Ali sada Vujović. Vujović. Kalić. Čekamo još uvek gol Kalića. Vujović. Dobra lopta za Cvetkovića. Gol. A lopta je pogodila okvir gola i odbila se u aut. Vujović. Gol kroz noge. Odbranili su se domaći rukometaši. Protiv napad Vujovića. Sa brojem 4 Gajić. Vujović. Udarac Vujović i pogodak. Šesti gol najveći. Evo 3000 ljudi podobno dalje. Vujović. Gol Vujovića. Sedmi pogodak. Napad Vranjanaca. Vujović, odlična lopta do Jolovića. Gol, gol. Napad Vranja. Kalić. Gavrilović. Vujović. Udarac i pogodak Vujovića. Osmi gol. Köszönheti német és mi is a játékvezetőknek ezt. Vujović, Mirko Vujović szerbjátékos nálunk, Kovácsevics, ő a jobb szélső Kléma helyett. Én kimondottan örülök, hogy Pisti ismét látszik, és Vujović köré az első volt. Egy gólt vezetés. Remekül zártott középen, Horváth Roland Vujovićnak. Kuzma Serfel, Szotyori. És a szabad dobás elvégzése után már németnél van a labda. Vujović váratlanul gól! Hihetetlen.
Ambrus Horváth. Kovácsevics. Ambrus. Kovácsevics, Vujovic. Le a szélre Némethez. Vujovic, ott van Roland üres! És gól! Kiszúr! Hát remekül játszunk. Mellettől játszunk, kitűnően irányít Vujovic. Ez a fiatalember, szerb fiatalember, Mirko Vujovic. Remekül játszik. Hozzá kell tennem, hogy a Nyíregyháza ellen is se játszott rosszul Vujovic. És egy gól Szögi szerzi. Ezek felismerés kellett ez a gólhoz. És a mi védőink hibái természetesen. Két gólos előnyünk még megvan. Érkezik a szintén fiatal Gyáfrás Dávid, Ambrus Józsi helyére, balát lövő posztra. Hármas számmal próbálkozik, tehát Zádori László edző is. Vujovic, Gyáfrás, Horváth, Gyáfrás, Német. Vujovic a szélen megveri a védőjét, és kapunk egy hetest. Remekül csinálta Mirko. És a sértett végzés el, Szatmárival szemben a 7 méterest. És harmadik gólja szerződő. Ez nem akciógól, hetes, de gól, és nagyon fontos gól. Ő harcolta ki és küldte be. 11-8-ra vezetünk. Szögi átfordít Törőhöz, Törő belsik. Ó, micsoda színészi teljesítmény. A gól majd Mária színész tanulába felvételt nyerne. Törő, ki egyébként egy kitűnő játékos, de el is küldjük Máriának a jelentkezési lapját. Szotyori, ők most nem tudtuk megtartani. Második gólját lőtte Szotyori Pista. Az egykori 18-szoros válogatott átlövő. Ki 2 centi ilyen, 2 méter magas, és 1969-ben született. 11-9. Még mindig van plusz 2 gól fórunk. Tatabányával szemben Vujovicnak zárnak. Vujovic nem lövi el, az egy remek passz, Szatmári azonban kitűnő kapus, és kapunk egy hetes. Szotyori hiába reklamál. Itt ez a csuklóból belőtt, az két játékosunk is ott volt, és kapunk egy hetest. És Német készségesen odaadja Vujovicnak. Tessék, Pajti, lőd be. És Vujovic belőli Szatmári mellett. Hadd ne mondjam, hogy nem is rossz kapus. Hogy lenne rossz? Válogatott Európa legjobb kapusai közt van. Maga biztosan. Körül második találata volt. Gyáfrás gyorsan elvégeztük. Vujovic! És vége az első fél időnek. Gyorsan elvégeztük, és Vujovic remekül zárt. 16-13-mal, 3 góllal vezetünk a negyedik helyzet Tatabánya ellen. Hát maradjanak velünk továbbra is majd a második fél időben. És remekül szórakozhatnak azok is, akik kilátogattak. Remek a találkozó, miközben a képen Zárdori edzőt látjuk. Itt éppen Törő gólját a lassításban még. Fókos siet, néz fel az órára. Mennyi van vissza? 10 másodperc, 8-7. Középről kell elvégezni, be is szarad oda a középkörre. Pont gyártás szabályosan, Vujovic. Kinek adjam? Ellövöm én onnan. És belőli. És kapunk 7 méterest, és kapus cserél a Tatabánya a heteshez. Érkezik majd Pulai Gábor, a tatabányaiak 194 cm-es kapusa. És jön a heteshez Vujovic. Szentelen dolog volt. Vujovic megtrépálja a tatabányaiakat alaposan.
nagy nehezen, de visszaadják a tatabányaiak, és a játékvezető megmutatja, onnan kell azt elvégezni, el is végeztük azt. Gyáfrás jött be középen, Vujovic most a balátövön. Gyáfrás, nézzük, mi lesz ebben a figurában. Egyedül viszi el, Vujovic eljön és gól! Gól is fantasztikusan lehet a pályán, jól bánik a labdával, remek a csuklója, és szerez nekünk 9 méterről, lökéssel együtt egy gólt. Nem tudják tartani. Szerb játékosunkat, Vujovic 6. lesz ez a meccs. Be tudjuk-e vasalni ezeket a győzelmi pontokat? Vujovic, Horváth Szilárd, Vujovic, Horváth Roland, igen, igen, amikor megkapta Roland, lehetett éretni, hogy ebből gól lesz. Remekül, Szilárd meghúzza, és váratlanul Vujovic, remekül lát és hozza a játékba Horváth Rolandot. Meg is van. Meg is van, összegyük kiküldik 2 percre, hát remek. Egy kézzel, ahogy Roland le... Úgy, de sokat tett, bocsánat, Szilárd, de sokat tett ezért. Vujovic, úgy, de szemtelenül átejtette. Igen, Vujovic belőli. És kiegyenlít. Szögi... Nem mert elvárni Serfel. Ivancsik, igen. Kimarad! És német ebben lépünk, Vujovic, gól! Visszavesszük a vezetést! Visszavesszük a vezetést, 26-25-re! Kussal játszik ő is. Kovács Evics megy, ide színfolt volt. Német Attila rutinosan, német. Vujovic, német. Vujovic, gól! Így, te nem hűződött meg Vujovic. 27-25, hát nem tudják tartani. Azt csinál velük, amit akar, és oda is szökörül. Igen, azt reklamálja Vujovic is. Azért kellett volna még egy kettőt.